Az egészségügyi struktúrát kevesen ismerik jobban Ráczi Jenőnél, aki miniszterként, kórházi igazgatóként és tanácsadóként is látta a rendszer működését. Nézzük, hogy miért. Ráczi Jenő 2004 és 2006 között a Gyurcsány kormány egészségügyi minisztere volt. A 2008-as szociális népszavazáson a vízidíj bevezetése ellen foglalt állást. 2006 és 2016 között vezette a veszprémi Csolnoki Ferenc kórházat. Nyugdíjba vonulása óta Orbán Viktor főtanácsadója Hegedű Zsuzsa mellett dolgozik. Vendégem a stúdióban Ráczi Jenő, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Hát hosszú utat járt be az egészségügy területén, úgyhogy jól ismeri az elmúlt 20 évet, nem csak az elmúlt 8-ról kérdezhetném. Ön tavaly azt nyilatkozta, hogy tudja, hogy mi a gond az egészségügyen, miért szúrja el a kormány, vagy akár mindegyik kormány. Azért, mert nem látják a politika csúcsai lévő politikusok, hogy mik és mekkorák a bajok az egészségügyben, azért nem, mert az előterjesztésekből a csúcs felé közelítve fokozatosan eltűnnek a szakma vészjelzései. Mi? Hogy eltűnnek? Ezt hogy érted? Tehát mindenki tárgyalni akar a fogorvosoktól, a házi orvosokig, a rezidensektől, az ápolókig. Az államtitkár tud erről? Hát ő is a politika csúcsa. Hát, természetesen ez igaz, de ugyanakkor azt mondom, hogy egy államtitkár vagy egy tárcavezető, egészségügyi tárcavezető miniszter, ő a szakpolitikának a csúcsát jelenti. Ugyanakkor az igazi döntések nem feltétlenül ezen a szinten születnek, ez inkább azt mondom, hogy egy információgyűjtés és tehát a koncepciógyártás. Ugyanakkor kormányzati szinten való döntések esetében azt tapasztaltuk a rendszerváltás óta, hogy az bár hangzott van adott esetben deklarációkban, mindig megjelenik, hogy az egészség és az egészségügy mennyire fontos, ugyanakkor az egészségügy és a lakosság egészsége nem tudott igazából politikai prioritássá válni. De hát amikor kiderült, hogy Hegedű Zsuzsa mellett fog dolgozni, akkor ugye azt mondta, hogy 10 éve ad tanácsokat már neki informálisan, és a Fidesznek is, akkor azt sem fogadják meg, vagy azok sem jutnak el a politika csúcsához? Voltak szerencsére olyan jellegű javaslataink, amik célba találtak, és azt hiszem, hogy ezek problémákat is meg tudtak oldani. Gondolok itt például a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának a kérdésére. Akkor ott tényleg megoldások is születtek, pont azok a javaslatok mentén, amit mi is tettünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a tanácsokat az ember szívesen adja, ugyanakkor, hogy mit fogadnak meg, az már az ott esetben nem a mi hatáskörünk. Nem azért nem nyúl senki komolyabban az egészségügyhöz, mert azt gondolják, hogy politikai öngyilkosság, mondjuk a szociális népszavazás óta erre nyilván rájött a politika, tudják, hogy baj van, hát eldöcög, nehéz ehhez alapjaiban hozzányúlni. Nyilvánvaló dolog, hogy könnyű férni az egészségügytől abban az esetben, hogyha nem ismerjük a problémákat, és nem ismerjük adott esetben a megoldásokat is. Itt, hogy kicsit kitekintsünk a hazai kérdésből, Trump elnököt idézném, aki azt mondta, hogy ha tudtam volna, hogy ennyire bonyolult az egészségügy, nem ugrok neki az átalakításhoz. Ugye ezt mondta kinevezését követően, amikor az egészségügy kérdéseibe mélyen bele nyúlt. Valóban ahhoz, hogy az egészségügyben adekvát döntéseket hozzunk, ahhoz az összefüggéseket ismerni kell, és az az egyik legfontosabb összefüggés, hogy alapvetően nekünk a lakosság egészségével kell foglalkozni, és ebben az egészségügynek körülbelül egy 20-25% szerepe van, az összes többi tényezőt, hogyha nem együtt kezeljük, akkor bizony ez problémát jelent, és nem valódi megoldásokat. Nézzük meg a legégetőbb problémákat, és nézzük meg nyilván azt is, ahol eredmény született. Ki kell emelni például az orvos elvándorlást, ami a legeslegnagyobb probléma volt, mondhatom szerintem a rendszerváltás óta. 2016-ban egyértelműen lassult a számok szerint az elvándorlás mértéke. Folytatódik ez a trend? Tehát legelőször is azt kell látni, amikor az orvos és az egészségügyi szakdolgozók számát tekintjük, akkor jelen pillanatban már rendelkezésre állnak valóban olyan jellegű statisztikák, amik lehetővé teszik, hogy adekvát módon avatkozzunk be. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például az orvos elvándorlás vonatkozásában az csak egy szelet arra vonatkozóan, hogy ki kilépnek a rendszerből. Gondoljunk bele például abba, hogy az inaktívá válás, tehát például a nyugdíjba menés, vagy sajnálatos módon a halálozás és a belső migráció mind-mind olyan jellegű tényezők, amik csökkentik az, akár az orvosok, akár az egészségügyi szakdolgozók számát. Tehát azt mondom, hogy nagyon pozitív, hogy valóban trendet tudtunk fordítani az orvos elvándorlásban. Ugyanakkor látni kell, hogy jelen pillanatban még mindig több orvos lép ki a rendszerből, mint ami belép, azaz nem növekszik a szám, hanem mindig fogy. A nővéreknél nincs is ilyen trend, és Rébis Mihály mondta, hogy a kórház szövetség elnöke, hogy a nővér elvándorlás jelenti a legnagyobb problémát a mai magyar egészségügyben. Ugye most oda jutottunk, hogy idén már a Jan Ferenc kórház egy osztálya, hogy Szegeden egy-egy osztály ideiglenesen bezárt nővérhiány miatt. Mi lesz itt? Tehát látunk el azt, hogy
valóban jelen pillanatban a szakdolgozók esetében legégetőbb a probléma, hiszen legalábbis az utánpótlás vonatkozásában azt tapasztaljuk, hogy az orvosi egyetemi létszámokat még mindig be lehet tölteni, a szakdolgozók esetében már közel sincs így. A másik, hogy mit lehet tenni ebben a kérdésben, nyilvánvaló dolog, hogy az egyik az utánpótlás biztosítani kell, vonzóvá kell tenni a pályát, de ez mellett az is nagyon fontos dolog, hogy a meglevő erőforrásokat lehető leghatékonyabban használjuk fel, ez a humán erőforrásra is vonatkozik. Tudomásul kell vennünk, hogy abban az esetben, hogyha ennyivel gazdálkodhatunk, akkor nem engedhetjük meg magunkat, hogy szétforgácsoljuk a humán erőforrást, azaz a jelenlegi rendszerben mindenütt legyen kevés orvos, kevés nővér, ugyanakkor, amikor hadrafogható gárdát kell kialakítani, azokat nem tudjuk koncentrálni. Hogy az összes problémáról nem tudunk beszélni, és az összes eredményről sem, mert a kormány 2010 óta hangoztatott egyik legfontosabb ígérete volt a házi orvosi alapellátás rendbetétele. Mára viszont rekordszinten van már a betöltetlen praxisok száma. Voltak plusz támogatások, de Éger István például azt mondta, hogy túl késő jött, ugye 30 milliárdot fordít a kormány most a problémára. Mégsem segített. Mi segítene? Tehát legelőször is valóban látni kell azt, hogy amikor 2010-ben megfogalmazódott a jelenlegi kormánynak az egészségpolitikai koncepció és annak a dokumentumai megszülettek, akkor az alapellátást mindig kiemeltnek, nekintették. Ugyanakkor a két ciklusnak mindegy kétharmad részében döntő változások ezen a területen nem történtek. Jelen pillanatban a tavalyi az idejében valóban vannak pozitív változások, csak ez kicsit hasonló jellegű dolog, mint amikor egy betegség vonatkozásában, ha nem adekvát pillanatban avatkozunk be, akkor sokkal nagyobb beavatkozásra és sokkal több pénzre van szükség annak a kezeléséhez, így van az alapellátás kérdésével. Azt mondja, pénzkérdés az egészségügy? De GDP arányban ez a szám 2005 óta folyamatosan csökken, 2005-ben még 5,7, 2015-ben 4,7%-át fordítottuk erre, a V4-en belül sem állunk túl jól. Mennyi kellene? Tehát legelőször is azt mondhatjuk, hogy valóban 2006-2007 után volt egy mély repülés, és valóban csökkent a GDP arányos részesedés, mint a nominális egészségügyre fordított kiadásoknak a mértéke is. Most arra azt mondhatjuk, hogy elértük ezt a kiindulási szintet, ami persze nem azt jelenti, hogy a köztellevő 10 évben komoly forráskivonások nem történtek az egészségügy esetében. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a lakosság egészségi állapotában nem biztos, hogy feltétlen a gazdasági fejlettség az, ami meghatározza azt, hogy milyen lesz a lakosság egészségi állapota. Ez egy bizonyos határig, ez körülbelül évi 10 000 dolláros jövedelem határig igaz az, hogy egyébként egy lineáris emelkedés van a gazdasági fejlesztés között. Iskolai végzettség? Vagy általában 6 tényezőt szoktak felsorolni, ezek között a szegénység egy óriási meghatározó tényező, a munkalehetőségek, a lakhatási körülmények, a táplálkozás, az oktatás, ezek olyan jellegű kérdések, amik jobban meghatározzák a lakossági egészségi állapotát egy bizonyos szint fölött, mint egyébként a gazdaság teljesítő képessége. Éppen ezért, tehát nagyon kevesen idézik azt a statisztikát, hogy ma Magyarországon a legszegényebb és a leggazdagabb kistérségek közötti életkilátásokban 13,5 év különbség van. Hát tehát ebből is látszik, hogy ez egy óriási különbség. Hogyha már erről beszélünk, magánszféra szerepét hogy látja? Ugye Orbán Viktor 2014-ben azt mondta, hogy az egészségügyet nem lehet üzleti szempontok szerint működtetni, az egészségügy nem üzlet. Most nagyon sokan azt mondják, hogy erre tart a kormány. Ön mit lát? Az a döntés, amikor a magán és a közellátás élesen szétválasztódott, annak elméletileg megvan a létjogosultsága, valóban a kettőt nem lehet keverni azon a szinten. Nagyon sokan azt mondják, hogy éppen ez löki az embereket a magánszférasz felé, hát, hogyha nem kapja meg az államiban, igen, akkor aki ki tudja fizetni, el fog oda menni. De hát amikor azt mondjuk, hogy egyébként transzparensen kell szétválasztani a történetet, az nem azt jelenti, hogy egyébként a közellátást végző intézményekből ki kell tiltani a magánellátást. Vannak erre egyébként fejlett országban is példák, ahol egyébként transzparens módon a magánellátásra is lehetőség van a közszférában. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, hiszen az a humán erőforrás és az a pénz, ami ennek következtében a magánszférába fordítódik, az igazából a közszférából megy el, hiszen látni kell, hogy a durván 10 millió magyar állampolgárnak van egy bizonyos összegű pénze, az a saját zsebből, vagy adott esetben a költségvetésből, és hogyha ez magánszférára tolódik, akkor ez hiányozni fog a közellátásban. De lehet, hogy az orvosok is, akik elmennek oda, de ez már egy más téma. Pontosan erről az, hogy tehát amikor a belső migrációról beszéltem, akkor például ez egy nagyon fontos tényező. Még egy dolog, az ellenzék
túl sok egészségügyi programot jelen pillanatban még nem ismerünk az ő részükről. Egy egészségügyi nemzeti minimum összehozását szeretnék. Ugye Kincses Gyula egykori egészségügyi államtitkár összehívott egy ilyen egészségügyi egyeztetést, 10 pártot meghívott, 9-en elmentek, a Fidesz-KDNP nem vett ezen részt. Mit lát ebből, mit lát most az ellenzék egészségügyi programjából? Én azt mondom, a rendszerváltás óta megfigyeltünk egy olyan tendenciát, hogy amikor választási kampány közeledik, akkor minden párt többé-kevésbé saját maga csinál egy egészségügyi programot, aztán valaki ezek közül hatalomra kerül, majd aztán azt tapasztaljuk, hogy a választási programokból többé-kevésbé nem valósul meg semmi, mert aki nem kerül hatalomra, annak nyilvánvalóan nem valósul meg a programja, aki hatalomra kerül, az pedig hát egy idő után elfelejti azt, hogy mit is ígért a választási kampány hevében. Na és ha lenne egy ilyen közös konszenzus? Nagyon fontos dolog lenne. Ez, hogy csinálunk egészségügyi kerekasztalt, vagy hasonló jellegű konszenzus kereső megbeszéléseket, ez fontos, és ez nem most kezdődik igazából. Egy a baj, hogy az aktuális egészségügyi kormányzat ebben soha nem vesz részt. Tehát, hogyha nem tudjuk levetkőzni azt, hogy az egészségügyben mi pártpolitikát akarunk csinálni, és nem evidenciákon alapuló egészségpolitikát, akkor azok a kudarcok, amik eddig a rendszerváltás óta jellemezték az egészségpolitikánkat, azok ezután is bekövetkeznek. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. És köszönöm a lehetőséget.